Lellei magyar vagyok. Így van magáról az a kiváló művész, akinek kiállítása is nyílt a megye héten, hova tovább átvehette a Somogy polgáraiért díjat. Stoc Mihályról van szó, jó estét kívánok, az ő műsorával foglalkozunk ma esti Miért című műsorunkban, és tisztelettel köszöntöm az UNESCO díjas grafikus díszlettervezőt, magát Stoc Mihályt itt a stúdióban. Szép köszönöm estét szépen, kívánok! Jó estét kívánok, csokolom a kezét! Lellei magyar vagyok. Miért olyan fontos ez, különösen aki egy kicsit ismeri a munkásságát, azért nem lehet azt mondani, hogy ez egy országhatáron belülre korlátozódó dolog lenne. Miért olyan fontos a helyi kötődés? Én a gyerekkoromat Balatonlelén töltöttem. A háború alatt kibombáztak bennünket Pestről, itt voltak a szüleimnek birtokai Lellé. És én gimnazista koromig, tehát 14 éves koromig én Lellén töltöttem a gyerekkoromat. Közben néha elvittek kempingezni a Hortobágyra bennünket egy évig, az 50-es években. Azóta van egy kicsit ízületeim, fájnak meg ez az. És na, lényeg az, hogy nem vettek föl itt Siófokon gimnáziumban, mert az volt az egyetlen gimnázium abban az időben. És akkor kerültem ide Békésre, tűnik a nagymamámék, azok kötöttek Békéshez, illetve a nagymama az lenne az Alföldön született Békésen. És hát így történnek a képeimen olyanok, hogy nagyon sok víz és folyó és ilyen dolgok vannak. Én sajnos sokan mondják, hogy balatoni képem kevesebb van, mint kellene. Hát én ettől a 60-70 milliós vitorlásoktól nem látom a Balatont. Tudtam, hogy ez egy nagyon furcsa, de hát én mindig mondtam, hogy én egy kicsikét olyan furcsa ember vagyok, és másképp látom a világot, hát én így látom. Azért csónakból és kis hegyből, most legalábbis a most nyíló tárlaton nincsen hiány, azért egy pici látszik a Balatonból, de talán igaza van, és egyre kevesebb. De mit lehet megmutatni a Balatonból? Miről szól a Balaton? Miért más ez, mint például a tengerpart? Hiszen ott is született már képe. Igen, én nagyon-nagyon szeretem a tengert. Én elég sok olyan helyen volt szerencsém járni, ahol tenger volt. Ugye mivel a gyerekkorom a Balatonnál kezdődött, és még kis gatyába, egy mezitláb rohangáltunk be a Balatonba, akkor most összesen volt egy csónak Lellén, meg kettő vitorlás, vagy két csónak és egy vitorlás. Na most volt nádas, volt ilyen plázsszerű, ahogy beszaladt az ember a vízbe, ott ráértünk fotbalozni a vízbe, meg ilyen dolgokat csinálni. Én nagyon szerettem egyáltalán szeretem a vizet, én is szeretek hajókázni, vitorlázni. És valahol ez úgy van az én életemben, hogy ez így mindig követett, szóval mindig, majdnem mindig víz mellett éltem. És lehet, hogy én külön egyénien látom a partot, meg másképp élem meg. A rácsodálkozás az, aki először látja meg a Balatont, annak teljesen érthető, mert ugye lenyűgöző látvány és csodálatos. De most ugye én nap mint nap láttam, én néha írni is szoktam, amit nem tudok megfösteni, ezt általában meg szoktam írni, ezt meg is szoktak néha jelenni. És rén érdekes az, hogy a vizek világa, tehát a körösök világa, ahol eltöltöttem szintén 4 évet, akkor ugye a Balaton mellett, akkor ugye később 6 évet éltem a Berlinbe, dolgoztam a Berlini Staatsopernél, mint díszlettervező, pusztán a hangom gátolt meg abba, hogy nem lett belőlem egy tenor. Azért kellett díszletet tervezni. De hol indult egyébként ez a pálya? Tehát hol van az a mérföldkő, említette, hogy már a gimnáziumba való bekerülés is egy nem túl egyszerű dolog volt akkoriban. Akkor hogy indulhatott el ez a fantasztikusnak mondható karrier? Hiszen ki volt az az első, lehet-e kötni emberhez, aki azt mondta, hogy Mihály, észrevették a tehetségét, és
adták az első lökést, hogy igen, el kell indulni ebbe az irányba. Volt-e ilyen? Volt, persze. Először is úgy kezdődött, hogy hármasom volt rajzból. Ez már akkor kitört rajtam, hogy másképp akarok mindent csinálni, mint ami a szabályok szerint kellene. Volt egy mesterem, a legelső Almádi István, ez egy lelei, méltánytalanul elfelejtett festő. Most próbálunk épp egy kicsit utána keresni az ő elmúlt világának. És utána Rej Károly Szemesen élt, és tulajdonképpen ő figyelt föl egy kicsit az én, de már általános iskolában is, a hármasom dacára. Én csináltam a fali újságot, meg ilyen dolgokat. És akkor ugye gimnáziumban is egy hónappal később sikerült elintézni, hogy nagy nehezen Békésen fölvette gimnáziumba. És hát abban az időben születésem és az akkori rend szerint ugye osztályidegentől kezdve mindenik voltunk mi, ugye édesapám az nem teljesen magyar volt. Hát ő nem mi igazándiból az apai részről, mi Bajorországból, később Ausztriából származtunk, hát a nevem is ezt mutatja. Sajnos az édesapám a háborúban meghalt, édesanyám nevelt meg a nagymama egyedül, úgyhogy a végső dolog az, hogy 14 éves koromtól egy ilyen menzás életet éltem. Tehát ez azt jelentette, hogy ugye egy két nőszülő, aki nevelt, ugye nagymama és édesanyám, nagymama pótolta az édesapámat, ő szokott megpofozni, ha rosszalkodtam. És a hitelen bekerült az ember egy 22 ágyas, ilyen emeletes ágyas kollégiumba, és akkor ez egy olyan trauma volt számomra. Érdekes módon egy fél évig majdnem dadogtam is. És emiatt? Mert hogy ez annyira furcsa igen, volt ez, hogy ez a hirtelen átkeveredés. És akkor utána ott hirtelen élettem a diáktanács elnöke. 56-ban ezért meg is szenvedtem, mert rosszalták ezt, és így nagyon kedves volt, mert november 4-től február 3-áig Békés Csabán üldögéltem egy kicsikét, kivontak a forgalom, én állami gondozott lettem. Aztán utána festettem, itt kezdődött aztán a képzőszeti igazi indulásom, a Tanács Köztársaság témájába festettem egy képet, amit a Békési Pártbizottság kapott meg. Hát valahogy így rehabilitáltak engemet a diák tanács, tehát az 56-os hülyeségeim miatt. Most én nem hülyeskedtem, csak én mivel tisztességesen beszéltem németül, és ugye hallgattunk mindent, Szabad Európát, ezt-azt, és ugye Békésen, az végső soron egy kisváros, akkor még voltak a faluba ilyen hangszórók kirakva, és akkor onnan a dobosok helyett, a kisbírók helyett ez működött, és én ott nyomtam, amit hallgattam, német adókat, én meg nyomtam a szöveget. És ez mennyire volt egyébként megszokott? Hát azért nyilván nem minden diákot fogtak meg a galériánál fogva, és dugtak ezért be, hogy csücsüljön egy kicsikén. Hát különben tulajdonképpen engem csak ezért, mert én ott járattam a számot, meg ott mindenfélét én csináltam, mert én ilyen mindenlébe kanál voltam. Nem szerették akkoriban és az ilyesmit. Igen, szóval ez egy kicsikét rossz fényt vetett rá. De úgy végső soron arra büszke vagyok, hogy én októberben kezdtem a gimibe, mert addig húzódott, hogy fölvegyenek, és akkor utána a érettségi, tehát a maturandos bálon még az igazgató is összetegeződött velem. Mert nem akarok semmi rosszat mondani drága igazgatomról, de úgy kezdte, hogy kéne mennünk gyapotot szedni, légy szíves, dumáld meg a gyerekeket, hogy akkor lelkesen jöjjenek, ugye? Na most közben én állandóan rajzoltam, festettem. És hát ez egy olyan érdekes dolog volt, hogy
az ember már valahol akkor éreztem magamba azt, hogy kéne valamit, szóval ne úgy teljen az élet, hogy nem csinálsz semmit, hanem tegyél valamit, ha már tudsz, vagy amit érzel, azt azért próbáld átadni a másik embernek is. Na most lehet, hogy ez a közlési vágy, vagy mi indította el bennem azt, hogy először is én kicsit mindig másképp láttam a világot, mint a kortársaim, és én mindig nyakkendőben rém elegánsan jártam még gimibe is, és ez az ilyen úri gyerek tempókat vertek belém kora gyerekkoromba, és így tanultam zongorázni, meg tanultam, azért tanultam németül, hogyha édesapám netán hazajön a orosz frontról, sajnos nem jött soha haza, ott halt meg, és hogy tudjak németül, hogy tudjak vele beszélni. És én mindig kimentem, 3-4-6-kor jött egy személyvonat Pestről, és minden áldott nap kimentem ehhez a vonathoz gyerekként, hogy hát, ha jön az édesapám haza, hát nem jött haza. Szegény anyám mindig könnyezve várt, mikor én megjöttem az állomástól, kb. 100 méterrel lakok az állomástól. Úgyhogy lehet, hogy ezek a behatások, ezek a dolgok tettek, most, hogy utólag kezdek én visszagondolni erre, hogy ez a magányosság, hogy én 14 éves koromban elkerültem hazulról. És ugye apaképpen nem lehetett, mert ugye nem volt édesapám. Most bekerültem egy csomó hasonkorú gyerek közé, és ott ugye ők hazamehettek, mert bejárók, tehát Békés Szent András, Meződerény, innen, onnan, tehát hétvégén ők haza tudtak menni. Én ugye Békésről Lelére nem tudtam hazajönni, és már akkor kezdtek ilyen édesanyám akkor sok minden ok miatt ugye nagyon keveset keresett, az utasellátót vezette Lelén, 600 forint volt a fizetése, és akkor tudom, hogy 390 forintot kellett kollégiumi díjat fizetnem. És édesanyám írta egy levelet, hogy édesfiam, légy szíves, tanuljál már, mert hogyha jeles vagy, akkor már csak 150 forintot kell fizetni. Hát erre aztán azt mondtam, hogy igazad van, ha már egyszer ott vagyok, akkor miért ne csináljam. És én nekem most is hitvallásom az, hogy mindegy, hogy mit csinálsz, de amit csinálsz, azt állati jó kell csinálni. Azért az furcsa dolog, hogy egy olyan időszakban, amikor az embereknek minden hasznos volt, csak az nem, hogy valaki fest és alkot, mert igen, ez éppen egy igen, olyan kor volt, hogy éppen ebben az időszakban valaki azt mondja, hogy már pedig én erre a főiskolára fogok járni, már pedig én a képeimnek élek, és megmutatom az embereknek, hogy mi az, amit tudok. Ehhez azért kellett egy adag bátorság. Ez honnan? Honnan lehet ezt meríteni, vagy lehetett ezt meríteni? Lehet, hogy a génjeimben volt, de pillanatra visszatérve még a nagymamához, ő ugye elég katonásan nevelt engem, apa helyett ő volt az édesapám, és én ugyanúgy tudtam mindent főzni. Édesanyámat többször bezárták tabra, mert a beszolgáltatást nem tudta teljesíteni, de akkor még működött a kis panziónk, és akkor én úgy tanultam meg főzni, hogy én voltam a kis kukta, meg rohantam gyújtósért, meg raktam a tüzet, meg tányér, üzék, takarítottam, mosni tudtam. Tehát így el tudok én magamat látni mindenképpen. És ez a magány, mert sokat voltam egyedül, és mindig olyan kis bolondos észjárásom volt, és feltételezhető, hogy akkor tört ki rajtam ez a közlési vágy, és úgy megláttam egy szép levelet, akkor gyorsan lerajzoltam, akkor megláttam egy alkonyt, egy hajnalt. A Balaton mellett csodálatosak a napfelkelték, mint a naplementék. Amikor lehetetlen, lógtam mindig a parton. És mit szólt ez az édesanyja egyébként? Ő tulajdonképpen örült neki, mert a környező utcákban csak lányok voltak. Na most ők voltak a barátaim, most is szeretem a hölgyeket, szóval ez vitathatatlan. De ilyen lánybarátnőim voltak,
és bár lenne most is. És hát az volt az érdekes benne, hogy úgy így büszkélkedtem maga, hogy nézd oda, le tudlak téged rajzolni, meg ilyen dolgok. És akkor így az embert úgy ez vette körül. Na most utána a főiskolára, a gimnáziumból megint csak nem javasoltak. Furcsa is lett volna, igen, hogyha ez megtörténik. Ez volt a vicces, ekkor jött a Rejk Károly, atya, jó barátom, és bemutatott a Barcsa Jenő bácsinak. Akkor volt 60 éves a Fészek klub, és a Károly elintézte valahogy azt, hogy tervezzek egy kis meghívót a 60 éves valamire. És így kaptam egy belépőt, hogy bemehettem a Fészek művész klubba. Hát akkor még tényleg művészek jártak még csak oda, és elég kemény volt oda bekerülni, hogy bemehess. És hát bemutatott a Rejk a Jenő bácsinak, hát másnap vittem egy csomó rajzot neki, minden. És de mondtam, de hát az a baj, hogy nem javasoltak a gimnáziumba. Hát édes fiam, ezen ne csinálj, láttam, amit láttam. Azt mondja, nyugodtan jelentkezzél, és hozd be a jelentkezési lapot hozzám, majd én el továbbítom. Lényeg az, hogy meg is kaptam az értesítést, hogy mikor kezdődik a felvételi. Lényeg az, hogy tulajdonképpen föl is vettek. Na most ennek én tulajdonképpen egy szimpla feketének köszönhetem. Tudnék, a Barcsa Jenő bácsi a szimpláti volt a szíve miatt. Én meg azért ittam szimplát, mert csak 2 forintom volt. Na most ez olyan volt, hogy egyszer véletlenül jött a Misi, Druszán pincér, és mindig egy kis vékony nyivásztak is gyerek voltam, és valamiért eszembe jutott, volt 6 forintom, és kifizettem a Jenő bácsinak a kávéját. És jön a mester vissza, Mihály, na mi nem nekem, a pincérnek, fizette. Azt mondja, a Misike kifizette. Ez a Misike azért van, mert még most is kicsinek szólítanak. Mindenkinek a Misije vagyok. És akkor mindenkinek mesélte, hogy a kis pénzéből nekem kifizette a szimpla feketébet, mikor mindenki belőle akar megkattakodni. És tényleg nagyon aranyos volt. A lényeg az, hogy bekerülök, megkaptam a behívót, minden. Fölvettek, elbeszélgettek velem a Domanovszkitól, az Ék Sándorig, a világon, mindenki. Eltelik úgy október eleje körülbelül, mert szeptember közepet táján indult a főiskola, és egyszer jön a Julika, a tanulmányi osztály titkárnője, hogy Hivata Bence, ő volt akkor azt hiszem a tanulmányi osztálynak valami főnök, ő is nagy-nagy ember volt, és azt mondja, nem találjuk a papírjaidat. Na most ők fölvettek, rendesen túlértem a főiskolán, ki is lógattak minden, de valamiért keresték a dokumentumot, hogy én honnan kerültem a főiskolára. Megyek a Jenő bácsi műtermébe, mondom neki, hogy Jenő bácsi, baj van. Hát most, mert úgy mentem be a vizsgára is, hogy mentem el, hát a portás nem mert szólni, hát a mesterrel, isteni szakkál, aranyos, nagyon az öreg Jenő. Én mentem neki mindig kolbászért, meg minden ilyen ügyeket intézni. Lényeg az, hogy rém aranyos volt, azt a jobban fiam, nem probléma, gyere. Megyek vele, ott ül a Bence, a Domanovszki, akkor szóval lényeg az, hogy egy ilyen nagy brancs, és akkor az öreg Jenő bácsi, hát akkor ő már világhírű mester volt, hát a drapéria, meg a művészeti anatómiát, az egész félvilágon az ő könyvőből tanították, és akkor mi a baj? Kérdezi a Jenő bácsi, hát nincsenek papírok, meg minden, kéne kérni. Mondja a Jenő bácsi, hogy hát ne is nagyon kérjetek, mert nincs is, úgyhogy nem fogtak küldeni semmilyen tüdelet. És mit szóltak el? De ti lettétek, na, és itt jött a Jenő bácsi, így botta, ment itt, soha nem, mint elkezdte az asztalt ütögetni vele, hogy miért nem ti vettétek föl? Ti beszélgettetek el vele? Megfelelt? Hát akkor most mit akartok?
Hát ti vettétek föl. Na bum, és el volt intézve hát akkor ezzel a dolog. A pillanatban rendeződött a dolog. És aztán véget értek a főiskolai évek, hát és kezdődött nagyon, a nagyon hamar véget értek, mert én másfél évet voltam, jártam itthon a főiskolára, és akkor még a művelési miniszter Aradi Nóra volt akkor, és egyszer szólnak meg én, hogy Mizsi, gyere le, Aradi Nóra, békés egymás mellett élés, akkor még kezdett kicsit úgy tisztulni a világ, kicsit még csak nagyon. Hát a Európa főiskolái között hirdették meg ezt, és akkor szombat volt, szombat lett volna, a szombat az kroki nap volt nálunk, és én éppen evezni akartam menni Surányba egy nagyon szép fekete kislányjal, és azt mondja nekem a Domanovszky, hogy édesfiam, hát ezt meg kéne csinálnod, de hétfőre kell. Én mondtam, hogy nincs festékem, nincs papírom, nincs semmi, mert mondta a Doma, hogy semmi probléma, mindjárt hazaszólok a feleségemnek, ő beenged tégedet, rád zárja a műterem ajtót, azt mikor kész van, majd kopogsz, azt kienged, és akkor oda mehetsz, ahol akarsz. Hát én csináltam három figura, egy fehér, egy sárga és egy fekete figura, így nyúlnak a nap felé. És jó, elment az egész, elküldték minden. És február 3-án, ez egy nagyon érdekes visszajáró, ez a misztikus nap. És egyszer megint jön ez a Julika, és azt mondja, gyere le. Már azon gondolkoztam, hogy megint mi biztonságot csináltam éppen. És akkor mondja, hogy képzeld el, első díjat nyert ez, és ez azt jelenti, hogy 3 évet az UNESCO ösztöndíjával München, Düsseldorf, Párizsba egy-egy évet tölthetsz. És de hát ki kell menni, átmenni az UNESCO-tól a díjat. Akkor Párizsba székelt az ENSZ-nek ez a kulturális bizottsága, és nagyon érdekes volt, hogy egy ilyen követségi futár hoz kötöttek hozzá így láncon, mint a rabot szokták, és azt mondta, hogy meg ne szökjél nekem könyörgöt, átvettük a díjat, a következővel húztunk is vissza, és mondom, hát miért szöknék meg, mikor 3 évet kaptam, akkor mi? Nem, őt rám bízták, két szíveste csak maradj nyugton, Párizsból nem láttam semmit, csak a székházat, és hát aztán ez tényleg azt jelentette, hogy utána kint kezdtem. És aztán jött egy karrier, majd egy óriási kanyarral ismét visszahaza. Azért kevesen vannak, akik ilyenkor hazatérnek. Azért, hogyha soroljuk itt a városokat, München, Düsseldorf, Párizs, Róma, és hát New York sem maradhatott hát ki. Montreáltól Quebecig, úgyhogy. Na most egy pillanatra visszaugrok oda, hogy ugye elkerültem azulról egy teljesen idegen közegbe. És mindig egyedül kellett döntenem. És valahol úgy elkezdett sodorni az élet, ugye. Én, aki a szoctáborból, a szocreál világából kerültem ki, és egy művészileg is egészen más attitűd, más világ bontakozott ki előttem. És nekem ez valahogy nagyon szimpatikus volt. És én tényleg, mint a szivacs szívtam magamba mindent, ami új, de biztos alkati kérdés, de úgy tudtam magamba szelektálni, hogy merre kéne elmennem. Én lehet, hogy belülről kicsit a makacs és ilyen, az egyik barátom mondta, hogy Misi, te egy nagyon öntörvényű ember vagy. Na most lehet, hogy tényleg így van, és aztán valahol 6 évre, még voltam 1 évet a szóba is, hogy el ne felejtsem, mi a helyzet, akkor meg kellett. És akkor utána kerültem a Berlin Staatsoperhez. Ez az az időszak volt, amikor a bajuszos úszó lányok voltak, mert az Ulbrich, ugye, amit Ziegelbocknak hívtak Németországba, ugye NDK-t elismerték el, de sportolóik meg, mit tudom, úgy mégis megpróbált NDK a világban megmaradni, mint Németországnak. És nagyon sok fiatalon, tehát nagyon fiatalon,
Hát 27 éves koromban már a Bernice Staatsopernek voltam a földíszlettervezője. 6 évet töltöttem ott, megházasodtam, a feleségem zongoraművész volt, de ő sajnos tragikus körülmények között egy autóbaleset folyamán elhagyott. Aztán utána én is elmentem, de az opera színpadon az mindig úgy van, hogy megy egy, mit tudom én, megy a Tannhäuser Berlinbe, akkor eljön a müncheni operának az egyik zenei intendása, és akkor megnézi, hogy nézd, tetszik nekem ez a díszlet, ez a koncepció, hogy ezt előadják, és akkor gyere, tervezd meg nálunk is. Ez egy, és ez az egész, na most ugye körülbelül 50 operaház van a világon, és körülbelül 50 operai mű is van Zuzannán. Na most általában ugye a Tannhäuser az mindig Tannhäuser, Sydneybe is és Berlinbe is az. Na most ott csak vagy egy énekes tudott új szint hozni bele. Akkor még nem voltak celebek, ugye? Akkor tudtak még énekelni. És akkor ugye ahhoz egy új díszlet kellett, új világot teremteni. Na most ennek van egy nagyon érdekes, nekem még ma is, most már lassan 50 éve, hogy még a Boris Godunovot, azt még mindig az én díszletembe játsszák, úgyhogy ezután én mindig kapok 0,2 000-et a napi bevételből. Na most, ha ezt játsszák csomószor, akkor ez nem is olyan rossz pénz tulajdonképpen. És én érdekes módon azt mondták, hogy a Wagner és a szláv operáknak vagyok a jó díszlettervezője. Aztán így meglátták ezt, és aztán így egymás után hívtak, ugye Berlinben nem akartam az emlékek miatt maradni. Unusnak a karfájának a csigáját és műszaki rajzon, papír, pauszpapíron megbütykölni, mert az asztalosnak tök mindegy, ő nem is tudja, hogy mihez készül, neki odaadják a rajzot a díszletműhelybe, és ő megcsinálja. Na ezt már nem tudom, mert ugye egyszer nem van, térlátásom nincs, és így a rotringot mindig fél méterrel arrébb tettem. Ez most már olyan gyakorlatban vagyok, hogy a poharat így rögtön leverem, meg ilyen apróságokat, úgyhogy ez már nem gond nálam. Én arra invitálom a kedves somogyiakat, mivel a műsoridőnk sajnos véges, hogy tekintsék meg ezt a kiállítást, mert tanulni lehet belőle. Én azt hiszem, hogy nagyon meg kell, hogy köszönjük önnek ezeket a képeket, ezt a fantasztikus egyedi Balatont, és a tengert, amit elénk varázsolt, és ezúton is szeretnénk gratulálni az újabb elismeréséhez, hiszen Somogy polgárai érdíjjal tüntették ki. Ezt őszinte szívvel köszönöm, nagyon és életem köszönöm. Egyik legnagyobb élménye az, hogy a saját pátriámba kaptam ezt, és az mindig jó. Így van, nagyon szépen köszönöm, erőt, egészséget, kívánok a további munkához. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, ennyi fért Dióhéjban. Erről a fantasztikus pályáról, amit láthatnak önök is, legalábbis egy szeretét az alkalmi kiállításon a Megyehét keretében. Ennyi fért sajnos csak a Miért mai műsorában. A képek azonban önmagukért beszélnek, javaslom, tekintsék meg a kormányhivatal épületében található kiállítást. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!